Csehország madártávlatból. Az öreg kontinens mélyen fekvő szárazföldje. Úgy mondják, Európa teteje. A tetőről lefolyik a víz, ám természeténél fogva a vizes élőhelyek országa. De nem a tavaké. Mégis ezernyi helyen tükröződik. Ezeket nem a természet alkotta meg, hanem elődeink. A cseh halgazdálkodás története a középkor elejére nyúlik vissza. Talán egyetlen emberi alkotás sem illik ennyire az itteni tájba. A halastavak a gyerekkorunkra, az otthonunkra emlékeztetnek. Az Zordám romantikus Cseh-Kanada és a Novéhrádi-hegység között található a terület, melyet a Csebon-medencének nevezünk. Ez egy ember alkotta tóvidék. A vizek országa. A Novéhrádi-hegység nem annyira látogatott, mint a környező területek. A legtöbben a Novéhrádi kastély parkját ismerik. Viszont jóval, hogy felhúzták a vasfüggönyt, az itteni uradalmak birtokosai rájöttek, hogy van itt valami, amit érdemes évszázadokon át megóvni. A Zsofin erdő Európa legidősebb védett területe. Bukvoj gróf már 1838-ban kivonta a gazdálkodás alól. A határon álló hegyekben élő embereknek nagyon sok minden miatt kellett védekezniük. Elsősorban a többi ember miatt. Ezért találunk itt egy sor megerősített erődítményt. A jól ismert Červenáhlota kastély egykoron erődítmény volt. Azon a vidéken áll, amelyet nemrégen Cseh-Kanadának neveztek el. A hatalmas erdők apró, ám hihetetlenül értékes emlékeket őriznek azokból az időkből, amikor itt birkanyájak és marhacsordák legeltek. Némelyikhez már út sem vezet. Ezek közé tartozik a nem túl nagy borókával benőtt legelő, ahol hatalmas gránit tömbök bukkannak elő a felszínen. A kenderike élelemért száll le a borókás legelőre. A hagyományos galagonyával és borókával benőtt legelők csökkenésével e madárfaj eltűnt a természetből. Az élelemért a díszkertekbe és parkokba települnek, ám a Cseh-Kanadában még mindig megmaradtak természetes élőhelyei. A Földközi-tenger térségében, ahol telelnek, gyakran tartják fogságban énekes madárként, mivel dalát az egyik legszebbnek tartják. Ilyen értékes természetes élőhelyből már nem sok maradt fenn, ám a Cseh-Kanadának egyéb értékei is vannak. A tájból ősrégi települések emelkednek ki. Várak, melyek a maguk nemében a legjelentősebb emlékek közé tartoznak. Az erdőből magasságával tűnik ki a középkori Rostein tornya, ennek köszönhetően páratlan. A cseh, morva és osztrák hármas határon áll Lahnstein történelmi vára. A román stílusú erődítményt a csehek védelmére a 13. század elején emelték, a folyamatosan háború sújtott a határvidéken. Tökéletes konstrukciójával építészetileg ezért is hasonlít Lahnstein vár annyira a közelben a Duna mentén vagy Itália déli részén álló várakhoz. Cseh-Kanadára jellemzőek a kerek, főleg gránit tömbök, fagyott sziklapartok és ingókövek.
melyeknek formája mindig is izgatta az emberek fantáziáját. Némelyik esetben nem nehéz kitalálni, hogyan nevezték a helyiek. Ezt inkább nem mondjuk ki. A halastavak környékén megmaradtak az értékes vízzel elárasztott mezők és apró tőzeglápok. Ebben a változatos tájban jól él az egyik legismertebb ragadozó madarunk. A héja. Igen ritkán rak saját fészket. Sokkal gyakrabban használja más ragadozókét, melyeket épp csak kissé átalakít. A fiókák ösztönösen erősítik a szárnyaikat, hogy amikor elérkezik az idő, kellően erősek legyenek a fészekből való kirepüléshez. Ahogy az összes fiókának, a héja csibéknek is nagy az étvágyuk. Ennek köszönhetően gyorsan fejlődnek és fokozatosan elveszítik fehér, pelyhes tollazatukat. Korábban természetes táplálékuk a sikkettfajd, a nyírfajd és a darvak voltak. Miután ezek Csehországban szinte majdnem kihaltak, rágcsálókkal, galambokkal és időnként tyúkokkal kell beérniük. Cseh-Kanada híres városa Telcs, amely az UNESCO világörökségéhez tartozik. A reneszánsz kisváros Csehország déli határán a turisták érdeklődése ellenére is megőrizte békés hangulatát. Reneszánsz módon álmatag Slavonice is. A város olyan, mint egy mosoly. A vidéki tájban is találunk különleges elrendezésű településeket. Nová Ves egykor a favágók falva volt. Kézi fűrész alakúra építették. Most pedig képzeljük el, hogy egy kicsit a madarakkal repülünk. Ami a felhők alatt hatalmas folyónak tűnik, az a Stanykovi halastó. Közepén húzódik a határ. Itt repülünk át Cseh-Kanadából a Csebon medencébe. A madarakkal együtt már messziről meglátjuk úti célunkat, az ősrégi cseh vízitájat. A cseboni halastórendszer nem csak egymást követő tavakat jelent. Hihetetlenül bonyolult hálózat egymáshoz kapcsolódó rendszerekből, melynek nincs párja Európában. Ezeket a neveket minden cseh jól ismeri. Talán csak némelyiket, de mindenki legalább egyet a halastavak közé sorol. A Csebon medence egykor átjárhatatlan ingoványos volt. Napjainkban viszont természeti paradicsomnak látjuk, amely a halastavak építésével sem tűnt el. Ennyi gát megtervezése és felépítése, ennyi halastó feltöltése akkoriban egész Európában páratlan tett volt. Csehország legnagyobb halastavának mérete egy víztározóéval vetekszik, ám egykor még ennél is hatalmasabb volt. Minden halastó fokozatosan feltöltődik sárral és hordalékkal, ami a beáramló vízzel érkezik. Amikor ez a folyamat zavartalanul folyik évszázadokon át, a folyamok, patakok, vízesárkok torkolatában óriási több méteres hordalékréteg képződik. A víz ezekben könnyen változtatja a medrét. Ősz van. A tájban az élet fokozatosan elcsendesedik. A Csebon medence varázsát megsokszorozzák a színek, az illatok és a párás melankólia. Egymelyiket már éltek, némelyiket már évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt. Az emberek által alkotott táj harmonikusan egy egységbe ötvöződött az eredeti vadonnal.
A halastavak ekkora nyílt vízfelszíne rengeteg különböző állatot vonz ide. Tavasszal egészen a nyár beköszöntéig béka brekegéstől hangos a táj. Itt találkozhatunk az összes békafajjal, amely Csehországban csak fellelhető. Akárcsak a Zdári-hegységben itt is csak pár napig látni kék színű mocsári békát. A tavaszi udvarláshoz olyan helyeken gyülekeznek, ahol az utódaikat nem fenyegeti a veszély, hogy megtizedelik a növendék halak. Ám még ha találnak is hal nélküli tavacskát, így sem biztos a sikerük. Az égből ugyanolyan veszély fenyegeti az ebi halakat és a felnőtt békákat. A gém egész évben a cseboni halas tavaknál marad. Ősszel és télen is viszonylag sok itt az élelem. Csehországban a legnépesebb fajta a szürke gém. Ha alulról nézzük meg a gémet, láthatjuk szemük elhelyezkedését, amely lehetővé teszi számukra, hogy függőlegesen lefelé tudjanak nézni, amikor az élelmet keresik. Az utóbbi években egyre gyakrabban és nagy számban érkezik térre a nagy kócsag. Egyelőre még nem fészkel itt, ám úgy tűnik, hogy ez csak idő kérdése. A Csebon medencében fészkel a másik különleges gémféle. A legkisebb a bakcsó, népies nevén vakvarjú. Aranyosnak és elegánsnak tűnik, mint mindegyik gémféle, ám a halak és kétéltőek számára igazi, kegyetlen ragadozó. Ezen a területen találkozhatunk szinte a legismertebb, így nem hiányozhat közülük a legismertebb a fehér gólya sem. Bár a halászok háborognak, hogy a vadmadarak milyen sok kárt okoznak, de az elszaporodott számú és fajta összetételű tenyésztett halak által okozott kár sem jelentéktelenebb. Ellenkezőleg, a halastavak túl zsúfoltak, melynek következtében eltűnik a vízi vegetáció és a kétéltűek. A halastó így elveszíti öntisztuló képességét, és az asztalunkra szánt halak bűzös, barna tenyésztő tartájává változik. A Csebon medence a világ kevés UNESCO által védett bioszféra rezervátumainak egyike, melyben a tájat nagy mértékben az ember alkotta. Némelyik halastavat csak keskeny gát választja el, ezeket leggyakrabban öreg tölgyfákkal erősítették meg. Nyaranta Luzsnyice körül a gátak és az ártéri erdők fáin könnyen észrevehető a legnagyobb európai bogár. A nagy szarvasbogár csak is olyan helyen él, ahol a fákat hagyják megöregedni és maguktól szétkorhadni. Lárvái éveken keresztül fejlődnek ki a rothadó, halott fákon. Ezután a talaj alá másznak, ahol kifejlett bogárrá változnak. Ugyanilyen természetes élőhelyen él egy másik nagyméretű európai rovar is. A nagy hőscincér korábban elterjedt faj volt, melyet az egész országban ismertek. Napjainkban gyakorlatilag csak itt, Dél-Csehországban és Dél-Morvaországban találkozni vele. Az öreg ártéri erdőket kiirtották, így pár év leforgása alatt eltűnt az életterük is. Az öreg folyóban, a Luzsnyice régi medrében már megszokott lakók a hódok. De itt még mindig veszélyeztetettek. Bundájuk miatt korábban vadázták őket, ám a 20. század végétől viszonylag hamar elkezdtek visszatérni a tájba. A régiek a természet ilyen jelentős mértékű átalakításánál mindig ügyeltek arra, hogy legalább részben megőrizzék a helyi élőhelyeket. Ezért találni olyan sok vizes élőhelyet a halastavak között.
A Chebon-medence halastó rendszere egy hihetetlenül bonyolult komplexum. Az akkori építők addig még nem látott kihívásokba ütköztek, például, hogy merre és hogyan vezessék az utakat a vizes tájba. A tavaszi és őszi vonulás idején a Chebon-medence az egész Európából érkező madarak találkozó helye. A vadludak jelentős csapatokban érkeznek, és leszállás után azonnal legelni kezdenek. Egyúttal keresik az ellenfeleiket és a helyet, ahol ezúttal fészket rakhatnak. A vadludak, melyek tavasszal érkeznek és itt fészkelnek, Dél-Európába repülnek. Ám ősszel megérkeznek az északi vadludak, és ők itt is telelnek, majd tavasszal újra elrepülnek. A szokványos európai vadludak között különleges látogatóként itt-ott felbukkan pár egzotikusabb fajta is. Például a bütykös ásólúd. Tengerparti fajta, mely a fekete, a földközi és az északi tengernél él. A kontinens szárazföldjére nagyon ritkán repül el. A Chebon-medence az egyik legjobb telelőhely, amit kiválasztott magának a ragadozó madarak koronázatlan királya, a rétisas. Chebon városa az egész körzet fővárosa. Nem csak a halgazdálkodás központja, hanem a gyógyfürdőzésé is. Az itteni medence ingoványosai ugyanis tele vannak gyógyhatású iszappal. A halastavak helyett korábban a medencék vizes élőhelyek voltak, melyek napjainkban értékes, iszapos fenyvesek. Az emberek már a középkorban tudták, hogy a medencét elég nehéz vízteleníteni. A vízfelesleg problematikáját salamoni döntéssel oldották meg. Még többet tartottak meg a tájban. Csak feladatot adtak a víznek. Több ezer éve a szél a folyók hordalékából kifújta a legfinomabb homokszemeket. Néhány helyen mozgó homokátfúvásokat, úgynevezett dűnéket képezett. Amikor már annyi volt a víz, hogy a halastavak sem bírták megállítani, elárasztotta a mezőket, ahol jószágokat legeltettek és szénát kaszáltak. A cseboni ártéri mezők szénája olyan jó minőségű volt, hogy a 18.-19. században gyakorlatilag nagyban termesztették. Hogy a váratlan áradások miatt ne legyen veszteség, alpesi stílusú szénagyűjtőházak álltak mindenfelé a tájban. Áradás idején a szénát a legmagasabb pontjukra helyezték, ahová a víz sosem ért fel. A cseboni hajnalok rövid ideig tartó varázslatos pillanatok. A tájban még érezhető a félelmetes éjszaka, ám már a nappal ereje is. A reggeli napfelkelte különleges hatású élmény errefelé. Azt feltételezni, hogy a körülöttünk lévő világ valós, itt nem teljesen nyilvánvaló. Erre a pillanatra vár természetünk egyik legkülönlegesebb ragadozója is. Nem tudjuk, hogyan fogadja be és éli meg azt, amit mi romantikusnak tartunk, de szemtanúi lehetünk annak, ahogy az egész nap felkelte alatt szinte mozdulatlanul áll. A hamvas réti héja már jóval azelőtt itt fészkelt, hogy mi ide települtünk volna. Megtanulta, hogyan rakjon fészket a magas fűben. És amikor elődeink jószágai mindenfelé legelésztek, átköltözött a mezőkre. Ezért védett ennek a fenséges ragadozónak minden ismert fészkelő helye. Nem csak a mezőgazdasági gépek jelentenek veszélyt, hanem a rókák, a macskák és a vaddisznók is. A fészekben általában két fióka van. Ha nem lenne bekerítve, folyamatos veszélynek volnának kitéve.
Az egyik régi halastónak olyan tagolt a partja, hogy inkább tónak tűnik, mint halastónak. A félsziget, amely belenyúlik, és a Velkityiszi nádasai Közép-Európa egyik legfontosabb madár élőhelye. A pajzsos cankó egyelőre még nem fészkel Csehországban, ám a Csebon medencében gyakori vendég. A partmenti nádasban a békalencse apró leveleivel táplálkozik a vízityúk. Még fels a víz felszínén. Gén úszik a víz felszínén. Akárcsak a búbos vöcsök. A nyári reggel az övék is. A csíkos fejű fiókák élelem reményében úsznak a szüleikkel a másik parthoz. Hirtelen a halastavak közötti szárazabb mezőkről előbukkan a fogoly is. A halastó partján van a kis lile láthatatlan fészke is. A nőstény egyenesen a földre rakja tojásait a folyó vagy a halastó köves partján, nem bíbelődik a fészek rakással. A halastavak csupaszon maradt fenekének másik nagy ismerője a billegető cankó. Fürgén lépked a sárban, ahonnan különféle rák és rovarlárvákat szed ki. Ha a víz felszíne alatt találja az élelmet, hirtelen ránt egyet a csőrével, amitől egy pillanatra elbódul. A réti cankóról sem tudni biztosan, hogy itt fészkele, bár viszonylag jelentős csapatokban jelenik meg. Még mindig nagyobb populációban él itt a legkisebb fecske, mely sajátságos életmódja miatt függ a folyók homokos partjától, vagy éppen a régi homokbányák meredek falaitól. A parti fecskék mély odúkat vájnak egymás mellé a falakba. Biztonságuk érdekében kolóniákban élnek, és azért is, mert erős társadalmi kötelékek vannak közöttük. Korábban szinte minden folyónál találkozni lehetett velük, ám ez már régóta nincs így. Elvették tőlük a folyók partjait, így a parti fecskék elvesztették élőhelyüket. Egy ilyen jelentős populáció látványa ma már különlegesség. A Csebony medence szívét a közel 500 halastó alkotja, melyeknek teljes vízfelülete meghaladja 7500 hektárt. A tájat az ember a saját javára alakította át, és a némely halastó története ugyanolyan régi és gazdag, mint az emberi településeké. Az ember a vizes élőhelyek területén saját településeket emelt és megtanult bennük úgy élni, hogy napjainkban is ez maradt a gazdagság forrása. Az ember a Cseh-Kanada és a Novéhrádi-hegység közötti gyönyörű vadont egy más szépségekkel rendelkező kultúrtájjá alakította át. Olyan emberi alkotássá, melyet a vad természet is megkedvelt. Kárpáti Levente, magyar szöveg Jászberényi Ilona,
Szerkesztő Virág Anita. Szakértő Harmad Csaba. Gyártásvezető Lajtai Erzsébet. Szinkronrendező Szabó Péter. A magyar változatot az MTVA megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Pitka Irén.